Tamásiban az ugrókötelezés már 1992-ben megjelent választható sportákként az iskolák tornatermeiben. Ma már a Tamási Szabadidő és Sportegyesület szakosztályaként működik. Végül is a gyerekek tanulnak táncolni kötél segítségével. A kötelet, mint sporteszközt felhasználják a különböző nehézségi feladatok végrehajtására. Tulajdonképpen a tornasporthoz tudom ezt hasonlítani, amikor egy valamilyen nehézségű elemeket végrehajtanak különböző variációban és figurában. Általában, mint a sportágak legnagyobb része, bemelegítés, ritmusgyakorlatok, és azt követően a kötél elkezdenek a gyerekek különböző elemeket megtanulni, azokat kapcsolják, illetve társas feladatokat is végrehajtanak, tehát kínai hajtás, amikor a két gyerek akár egy kötéllel vagy váltott kötélhajtással próbálnak feladatokat végrehajtani. Egyre népszerűbb a fiúk közötti szerencsére versenyeken is, illetve hát a bemutatókon is ott vannak a fiúk, úgyhogy a lányokkal együtt megállják a helyüket, úgyhogy én azt mondom, büszke vagyok rájuk. Azon felül, hogy az edzéseken a gyerekek hasznosan, aktívan töltik szabadidejüket, versenyekre is készülnek. A hétvége is egy megmérettetést tartogatott számukra, ott jártunkkor épp a Dombóváron megrendezett megyei diákolimpiára készültek. Azt követően, hát az még bizonytalan, hogy az országos bajnokság hol lesz, illetve megtartják egyáltalán, mert nagyon sok kieső tanuló van, a versenyszervezése nehézkes, ilyen bizonytalan időszakban sokkal bonyolultabb ezt megvalósítani. Van az ugyan egy gyorsasági feladat, amikor fél perc alatt a cél az, hogy minél gyorsabban és minél több alkalom hajtsát a kötelet egy tanulóláb alatt, illetve az különböző elemek bemutatása, a különböző nehézségű duplázások, tehát ott egy felugrás alatt kétszer is körbehajtja a kötelet egy-egy tanuló, úgyhogy erről szól. Tehát egyrészt gyorsasági, másrészt az elemek bemutatása. Ugye a gyerekek itt vannak edzésen, jól érzi magát, akkor már nyert helyzet van. Hogyha valaki többet akar egy kicsit szereplésen, ott akar lenni, annak többet kell gyakorolni. Ha valaki vállalja, hogy a versenyeken részt vesz, akkor még többet. Ha úgy érzi, hogy akár az országos verseny szeretne eljutni, akkor meg edzéseken kívüli foglalkozás is tartok a gyerekeknek, illetve a Kriszti kolléganő. A versenyeken kívül több alkalommal találkozhatunk a Tamási Szabadidő és Sportegyesület ugrókötél szakosztályának tagjaival különféle rendezvényeken is. A sportbálon az volt a legismerőbb, kulturális bemutatókon, vidékre hívnak bennünket kulturális bemutatókra, tehát ami éppen adódik a gyerekeknek, mint lehetőség, ott megmérettetik magukat. Február 19-én 19 órától a kötélugrosok hagyományos bálja, erre készülünk, remélem, gördülékenyen menni fog. Nagyon lelkes szülői háttér van, akinek csak köszönettel tartozom. Ez egy közös munka a gyerekek érdekében, biztosítják ők is, én is, mindenki azt tesz hozzá a gyerekek lehetőséghez, amit tud. Próbáljuk úgy megszervezni, hogy a lehető legjobban érezzék magukat, és aki nagyon kezdő, ott akkor is meg tudja mérettetni magát, mint ami esetleg itt majd bemutatásra kerül. A keringőnek a gyakorlása az már tulajdonképpen a kötélugrós bálnak a megnyitóra való felkészülés egyébe történik. A szakosztály hétfőn és szerdán 15 órától tartja edzéseit a Würz Ádám általános iskola aulájában, amelyhez bátran csatlakozhatnak az érdeklődő diákok. Az eszközöket az egyesület biztosítja. Hát én azért ugrókötelezem, mivel hogy én mindig is szerettem volna ugrókötelezni. Azt nem tudom, hogy miért, de magyarul nekem van egy példaképem, aki szintén ugrókötelezik. A legkisebbek is örömmel ragadnak kötelet, hiszen az edzések alkalmával tapasztalják a mozgás jótékony hatásait is. Tudunk versenyre menni, és megmutathatjuk, hogy mit tudunk. Nekem a legjobban azt tetszik, amikor itt edzésen vagyunk, hogy kiugrálhatom magamból azt, amit napközben felháborított. Nekem itt 2,5 éve nem annyira nehéz, mert a tesó is ugrókötelezett, és tőle nagyon sokat meg tudtam tanulni. Hát nekem sem, mert itt a nővérem, és akkor tudok tőle tanulni, meg ilyen. 3,5 éve ugrálókötelezek. Én azért választottam ezt a sportot, mert én
Régen óvodában nagyon szerettem ugrálókötelezni, és a mamám mondta, hogy én jöjjek el ugrálókötelezni, ezért ezt választottam, hogy eljövök. A Tamási Szabadidő és Sportegyesület ugrókötél szakosztálya várja az érdeklődőket a február 19-én megrendezése kerülő bájára, ahol a gyerekek meglepetés tánca mellett a foglalkozásokon tanult elemeket is láthatják majd a vendégek.